Ez a fiú is szorgalmasan tanult, de azonban sokkal kedvesebb volt, mint az előző tanítvány. Ennek a szensei igencsak megörült. A fiú lassan férfivá serdült, és mivel felnőtt, a szensei pedig megöregedett. Úgy döntött, hogy itt az ideje átadni az erdő őrzését az ifjú utódnak. Meiji! Meg kellene ölni valakit. Egy nap az ifjú szamuráj éppen kardforgatást gyakorolt, amikor a szensei magához hívatta. Fiam, sokat meséltem már neked az előző tanítványomról, Kazukóról. Sok mindenben hasonlított rád, ám egy napon csalárd és gonosz érzelmeket engedett a szívébe és az életébe. Rossz útra tért, elhagyott engem. És soha nem tennék ilyet, szensei! Mindjárt gondoltam, hogy így fogsz válaszolni, Kazushiro. De hadd emlékeztesselek, hogy Kazuko is ugyanilyen volt az elején. Én megöregedtem. És egy titkot hordozok egyedül már hosszú-hosszú évtizedek óta. És elérkezett az idő, hogy ezt a titkot továbbadjam. Ez az erdő titka. Ez az erdő,